Albertné Görgé Zsuzsanna, a Magyar Európában Egyesület elnöke, illetve Séta az Életért szervezője következő vendégünk. Szerbusz Zsuzsa, Isten hozott. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Május 28-án indul az új műsorunk, heti Pro-Life életvédelmi témában. Viszont június 4-én, ugye ez az a nap, ezekhez az 56. június 4-én, ugye ezen a napon legalizálták Magyarországon az abortuszt. Viszont a Séta az Életért pontosan emiatt minden egyes évben ugye, hát ezt a fajta generációs bűnt, vagy nem is tudom, hogy hogyan lehetne ezt jobban kifejteni, így próbál megtérésért imádkozni, és azért, hogy válasszuk az életet, fellívni a figyelmet arra, hogy ez egy borzasztó választás. Igen. Hát ez a június 4-e ugye a nemzet életében egy nagyon komoly, és mondhatjuk, hogy kettős gyásznap. Viszont nekünk nagyon fontos, hát idén ugye a pünkösdel szinte teljesen egybeesik, tehát nekünk a felszabadulást, Feltámadás. Támadjunk föl. És ugye 10 éve az összetartozás napjának nevezik június 4-ét. Hát a legszorosabb összetartozás anya gyermekével, hát ennél szorosabb nincs, és beavatkozni, szétszaggatni ezt a köteléket, ez a főben járó bűn. Tehát ez... Mellesleg minden másfajta szétszakadáshoz fog hozzájárulni, azt gondolom. Egy ilyenfajta szakadás. Családok szétszakadásához, társadalom szétszakadásához. És hát azt gondolom, hogy ezt is látjuk, nem csak itt Magyarországon, de az Egyesült Államokban, nyugaton, számos más országban is, hogy megtörténik egy ilyen szakadás, és ez az egész társadalomra kihat. Igen, hát pontosan. Nem egyéni ügy, és nem egyéni tragédia, hanem társadalmi tragédia. Az Egyesült Államokban van egy nagyszerű példa most, ahol a fogantatás pillanatától tilos az abortusz, tehát tilos, igen. Mert hogy fogantatás előtt nincsen abortusz. Tehát az emberi élet a fogantatás pillanatában már egyedi, értékes, ugye különleges és megismételhetetlen. Tehát ezt kell nekünk tudatosítanunk, hogy nincs olyan, hogy most nem kell gyerek, majd legközelebb lesz ugyanazt még egyszer. Nem lehet megfogadni, igen. És ugyanaz a személy nem fog tudni világra jönni. Hát ahogyan nem tudjuk, hogy kire mondunk igent, ugye se tudjuk, hogy mi kire mondunk nemet. Azt gondolom, hogy ez a kettő, ez egy cipőben jár. Bizony, hány értékes ember nincsen közöttünk, és érezzük is a hiányokat, tehát tudjuk, hogy valakire szükségünk lenne, és nincs itt. Igen. Tehát ezért szeretnék most hívogatni, ebben az évben egy hatalmas frissítés történt, mert kapcsolódott hozzánk egy nagyon édes csapat, a Szent Margit Gimnáziumnak, a Kecsap, tehát keresztény csapat fiataljai, akik egy futással indítják a Séta az Életért. Futás az életértel kezdődik. Igen, tehát minden fiatalt ide várunk, és nagyon sok keresztény gimnáziumból jelentkeztek, tehát 3-4 gimnázium tanulói már biztos, hogy ott fognak futni velünk. Tehát június 4-én a Hősök terén, ugye, mert az egésznek ez a lényege, hogy a pesti 56-os emlékműtől a tabányi 56-os emlékműig, ez egy zarándoklat. De hát ez nagyon hosszú út, úgyhogy a fiatalok a felét lefutják, az idősebbekkel meg találkozunk a Deák téren, tehát ott fogadjuk a futó fiatalokat. Valami maratoni futás, igen. Hát igen, nem rettenetesen hosszú, megnéztük az útvonal tervezővel, 20 perc alatt nem tudják futni, úgyhogy nagyon el se fáradnak, viszont mindenki kap jutalmul egy ilyen gyönyörű inget, sőt, ezt már a Hősök terén megkapják, és ebben tudnak futni, amiben ugye ez az isteni javaslat van, hogy választ az életet. Igen. Hogy élhess, mint te magad. Így van. Igen, vagy mint a te utódaid, másik fordításban így van. Ugye tudjuk, hogy itt az abortusz kérdésben vannak a választáspártiak. De ők mindig a halált választják, tehát ez ne tévessze meg senkit, mert ugye az ő választásuk az mindig a pusztításra vonatkozik. Ami viszont átkot hoz, tehát itt ez az igei üzenet is úgy kezdődik, hogy elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Te azért válaszd az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod, illetve utódaid. Igen.
Tehát ezért futunk, hogy a változás itt legyen, és minden magzat értékes, mindenkinek van helye. Számtalan embert tudok most mutatni, aki nagyon boldogan fogadna egy ilyen babácskát, úgyhogy ne engedjük őket elpusztulni. Ugye a séta az életért, ugye ez nem csak egy séta, hanem jól tudom, akkor ugye lesznek felszólalók is, jól tudom? Igen. Tudok, mit kell tudni? Hát azt, hogy egy órakor a Deák téren találkozunk, oda befutnak a futók, ott kapnak egy finom szendvicset, ez egy tegnapi friss felajánlás, hogy valaki odahoz számtalan szendvicset, tehát ott fölfrissülnek, és közben gyülekeznek az idősebbek a sét az életértre, ahol idén kivételesen és először, a 12 év történetében először egy református lelkésznő fogja köszönteni a befutókat, és ad egy igei üzenetet, és innentől kezdve sét az életér, a remény és a gyógyulás útja. Erre egyébként várunk jelentkezőket, mert ez előírás, hogy ilyen mellényben kell kísérni a tömeget a biztonság kedvéért. Tehát aranyos rendfenntartóink ezt kérték, hogy láthatósági mellényben így különüljön el a tömegünk. Tehát reménykedünk abban, hogy soha többet nem lesz olyan ember, aki kénytelen azt választani, hogy ne éljen a gyermeke. Tehát reménykedünk abban, hogy mindenkihez eljut a segítség, itt állunk magunk is, meg lehet keresni, itt van a honlapunk, hogy válasszuk az életet, és még nagyon sok más szervezet van. Tehát tessék megkeresni a segítséget mindenkinek, ezért vagyunk emberek, hogy segítünk egymáson. Most még hagyd mondjam el gyorsan, csak nyugodtan, hogy akik jönnek, menekülnek a háború elől, hát még soha ennyi babával nem találkoztam, tömegével jelentkeznek nálunk, komolyan múlt héten is három szülőnőnek segítettem. Ők ugyan már nem az abortusz elől menekülnek, egy másikféle öldöklési... Hát igen, borzalom. Igen. Szóval egy másikféle halál elől menekülnek, és itt szülik meg a babáikat. Tehát ez egy olyan gyönyörű dolog, hogy mi itt az életet tudjuk segíteni. És nagyon nagy hálával vagyok, mert nagyon sok babakocsi felajánlást kaptunk, rengeteg kelengyét kaptunk, amit oda tudok vinni. Ezek az anyukák fölkészültek, de hátra kellett hagyni az összes kelengyéjüket, amivel fogadták volna a babát, és itt egy másikféle fogadtatásban részesülnek. De hát én nagyon boldog vagyok, hogy ez mind mi általunk történik. Igen, meg. És hát ez is végül is, az igen, az élet. Igen. És abból a kétségbe esett és nyomorgatott helyzetből, hogy eljön, és azt se tudja, hogy hol és miként és mivel fogja világra hozni a gyerekét, és akkor itt találkozik ezzel az örömmel, a segítőkészséggel, szeretettel. Igen. Úgyhogy jó ebben részt venni nagyon, és szerintem ebben az évben a szülési statisztikánk egy ilyen hatalmas ugrást vesz. Hát így legyen. Mi a legnagyobb reményed, Zsuzsa, ezzel az idei séta az életérttel kapcsolatban? Ha már a motto is ez. Én bízom benne, hogy ezentúl ez egy emléksérta lesz, tehát hogy nem kell nekünk küzdenünk azért, hogy életben maradjanak az emberek, a babácskák, hanem győz a szeretet, és győz az életkedv, hiszen így is hirdetjük, hogy az élet tiszteletét, az élet szeretetét üzenjük a társadalom felé, tehát soha többet, ugye van olyan, amire ezt mondják, hogy soha többet olyat. Hát ilyen se legyen soha többet mi nálunk. Na hát, és akkor a séta az életért remény, és igen. Gyógyulás útja. Bocsánat, még egy nagyon fontos közlendőm van, hogy a Tabánba érkezünk olyan 3 óra tájban, tehát itt leszünk a Deák téren, összegyűlünk, aztán a belvárosi templomnál, a ferences templomnál szoktunk minden évben, ott is köszönt minket az atya, tehát kijön a templomból és köszönt minket, utána átmegyünk a Tabánba, ahol lesz egy dicsőítő koncert, ugye az Imádságháza dicsőítő csapata lesz, és szervezeteknek bemutatkozási lehetőség. Tehát itt is mondom és kérem, hogy akinek van lehetősége, kedve, egy kis asztalon jönjön ki, a könyveit vagy bármilyen van, hozza ki, és mutassa meg,
hogy milyen lehetőségek vannak, még kik vagyunk, mi barátkozzunk, és legyen egy nagyon szép délutánunk ott a Tabánban együtt. Így van. Hát akkor én is ezt kívánom, hogy legyen június 4-én minél többen, akkor gyűjünk össze erre a séta az életet, és mutassuk meg, hogy van remény, és van a gyógyulásra is remény. Igen, igen. Albert Négörge és Zsuzsanán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget.